Hadd is kacok még mielőtt betekintenénk a Lies of P trailerébe. Annyit el szeretnék mondani a játékról, hogy szeptember 19-én fog megjelenni, akkor lesz várható a játék, de már preorderezhetitek is, és már a demót is ki tudjátok próbálni. Annyi a sztorival kapcsolatban, hogy Pinokkióval vagytok, és hát az apja után szeretne, az apja nyomdokaiba szeretne lépni, ugye Geppettónak, ugye Pinokkiónak Geppettó volt az apja, aki tudja a történetet. Biztos elég jó a sztori, biztos elég jó a sztori. Elég szószfajta féle játék ez, amúgy. Ennyit kell tudni a játékról, így igazából. Nem is nagyon húzom tovább a szót. Nézzük, hogy milyen lett a trailer. Ugye annyi, hogy még minden platformon elérhető lesz a játék, és elérhető a játék. Nem exkluzív PS, nem Xbox csak only, nem PC only, nem NBA semmi, hanem csak simán minden platform elérhető. Ugye a karakterünk, Pinocchio. Bioshock, én szerintem amúgy ilyen Bioshock és Bloodborne feelingje van. Igazából, de... A momentek igen szúrosak. Ez a karakter, ez elég szép. Elég szép a karakter. Kidolgozás. Elég szépen meg vannak kreálva a karakterek. A varázslatokat tudsz az esernyővel többféle kombinációba tudsz majd támadni, védekezni. Na minden fegyvernek meg lesz a saját ability-je. Úgyhogy igazából ennyi. Unreal Engine 4-es a játék. Unreal nem 5-ös, ez még 4-es. Engine-en megy, de elég jó, elég jó. Aki ilyen Souls fan, annak ajánlom, mert elég jó. A story meg így magával ragad, úgyhogy nagyon érdekes. Ennyit akartam a videóban elmondani, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!